Új igazgató vezeti a Bereki gyógyfürdőt, beiratkozás, kupakgyűjtő szív nyereménysorsolás, útburkolat javítás városszerte. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 4-én 18 óra 5 perckor. Pandémia miatti zárvatartás több mint 100 milliós bevételkiesést okozott a Berekfürdői fürdőnek. Ennek csökkentését és a vendégek minél jobb kiszolgálását tartja fő feladatának Hosszú András, a Berekvíz Kft. Most kinevezett ügyvezető igazgatója. A vezető szerint most nem egyszerű a fürdő jövőjéről beszélni, hiszen még zárva vannak, de gőzerővel dolgoznak és készülnek a reménybeli nyitásra. Sajnos a pandémia idején nagyon megszenvedte ezt mindenki, nem csak a fürdők. Igen, jelen pillanatban gőzerővel dolgozunk, hogy fel tudjunk készülni. A reménybeli nyitása reméljük minél hamarabb bekövetkezik. A szokásos nyári felkészülésen kívül, vagyis a tavaszi felkészülésen kívül azért a kemping területén sokkal több felújítást tudunk most elvégezni. Köszönhetően annak, hogy ugye a kormány támogatásával éltük túl tulajdonképpen az elmúlt egy évet, és a mostanit is ezzel éljük igazából. A cég is élt a kormánybér támogatásával, így élték túl az elmúlt és az idei évet. Így nem kellett dolgozókat elküldeni, amit sem az új vezető, sem az önkormányzat nem szeretne. Azt büszkén tudjuk elmondani, sem az előző vezetés, sem az önkormányzat víziója nem ez, hanem az, hogy mindenkit megtartsunk, és ez sikerült is. Hál' Istennek. Tehát ezt itt külön megköszönném a kormánynak. És ezáltal sikerült a kempingben is kisebb felújításokat végezni, tulajdonképpen az összes faházat felújítjuk belülről, tehát egy minőségi ugrást sikerült végrehajtani így is. A fürdőben, tehát a fürdő területén is meg lesznek ez a dolgok, és azért szurkolunk, hogy minél hamarabb tudjunk már nyitni, tudjuk fogadni a vendégeket, hogy élvezzék is ezeket a dolgokat. A bezárás alatt a gyógykezelések jó része most is megy. Természetesen, amit az operatív törzs által elmondtak alapján meg lehet engedni, azok mennek. A fizikoterápiás kezelések, az elektroterápiás kezelések, vagy említhetjük például a víz alatti vízsugármasszást, a szénsav kezeléseket, vagy a súlyfürdőt például. A bezárás miatt figyelembe véve egy jó évet alapján több mint 100 millió forint a bevétel kiesésük, így nehéz a helyzet, de nagyon jól felkészült dolgozóik vannak, akik a zárás alatt több felújítást is elvégeztek a kempingben, a faházaknál és a fürdőben. Amit most elmondhatunk erre, az körülbelül 100 millió, inkább több 100 millió forint az, ami elmaradt. Nagyon jól zártunk egyébként, de az annak is köszönhető, hogy a különböző bértámogatásoknak, a hitelmoratóriumnak, tehát könnyítettek a sorsunkon, hogy túl tudjuk élni ezt a pandémiás időszakot. Nehéz a helyzet, egyértelműen nehéz, de megpróbálom mindent kihozni belőle. Szerencsére a dolgozóanyag nagyon jó, tehát teszik a dolgokat, akkor is, hogyha nem látjuk még, hogy mi lesz, de ezzel kapcsolatban biztos, hogy nincsenek kétségeim, hogy amikor lehet, nyitunk, a dolgozók fel vannak készülve, és már nagyon várjuk a vendégeket, hogy már csinálhassuk is azt, amiért ide szegődtünk. Már csak az egyes kutat kell karbantartani, és akkor biztonságos üzemeltetéssel várják a vendégeket. Egy jelen pillanatban csak kisebbek vannak, említettem a kempingben, majd a fürdő ilyen felújítások. Az egyes kutat kell még egy kicsit karbantartani ahhoz, hogy jó legyen. És nagyjából ennyi. Tehát a biztonságos üzemeltetéssel fogunk törekedni egész évben, azért, hogy tehát semmilyen kiugró dolog nem lesz. A lényeg az, hogy egész évben, tehát a következő évben is el tudjuk látni a vendégeket minőségi szolgáltatásokkal. Az, hogy nyitás után lesznek-e fesztiválok, még nem tudni, de kisebb éjszakai fürdőzéseket terveznek. Ez igazából majd az operatív törzstől függ. Készülünk rá természetesen. Kisebbeket már előre tudunk éjszakai fürdőzéssel, amilyen szokott lenni. A nagyobbakat meglátjuk, mi lesz az engedély.
Az új vezető szerint a barátságos környezet, a nyugalom, a hatalmas zöld felület nem minden. Még újabb medencéket szeretne, amihez pályázna, és a szezon nyújtást is tervezi. Nagyon sok potenciált érzek még a fürdőbe, amit véghez lehet venni szépen. Tehát egyszerre nem lesz nagy változás, ez biztos, de szépen naplánként fel tudunk építeni egy olyat, ami már tényleg azt, hogy már beregfürdői védjegy legyen itt a gyógyvíz. Úgy gondolom, a barátságos környezet az nem mindegy. Tehát fejleszteni kívánunk még ugye medencékkel, próbálunk, tehát ez megint nagy pénzkérdés lesz. De a kemping az nagyon sokat jelent számunkra itt. Ott nem csak a faházakat újítjuk fel, hanem még több faházat szeretnénk, minőségi téli vendégeket. Ugye sokszor emlegetjük a szezonnyújtás, mint szót, és ezt szeretném megvalósítani, hanem is ebbe az évben, de a következőben mindenképpen, hogy mert ugye nyáron nagyon sokan vannak. A téli működtetés az a kihívás minden fürdőnek, úgy gondolom, legalábbis a kisebbeknek mindenképpen. És ez az a kihívásom, hogy oda legyen vendég, és azt őket is ki tudjuk szolgálni, úgy, ahogy kell. Vezetőként a képviselőtestület bizalmát megkapta. Nyilvánvalóan az együttműködés a jelszó a fürdő és a falu között, hiszen az egyik sincs meg a másik nélkül. Nyilvánvalóan itt az együttműködés a jelszó, tehát a fürdő a falu a fürdő, tehát az egyik nincs a másik nélkül, és ezt, tehát a fürdőt is fejleszteni kell, a falut is fejleszteni kell, ahhoz, hogy a vendégek olyannak találják, hogy ide érdemes eljönni. Meg hát a nyaralók, természetesen a nyaraló tulajdonosok. A karcagi Nagykun református általános iskolában is megtörtént a leendő elsősök beíratása. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatót kérdeztük. Az iskolavezető szerint a rendkívüli helyzetben is gördülékenyen ment a beíratást. Nagyon alaposan előkészítették, a szülőkkel folyamatosan tartották a kapcsolatot. A szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Hát elsősorban e-mailen kiküldtük a határozatokat még március végén a felvételről, és csak azok a szülők jöttek, hozva magukkal a szükséges dokumentumokat, akik iskolánkat választották, és a határozatot megkapták. Személyesen történt a beiratkozás. Jöttek a szülők, csoportosulás nem volt, inkább úgy fogalmazok, hogy szállingóztak a két nap alatt. A járványügyi szabályokat betartattuk, és a szülők is betartották. Egy gyermeknek a beiratása az alapos előkészületnek köszönhetően 3-4 percet vett igénybe. Utána inkább a szülők kérdeztek, érdeklődtek osztályba sorolás iránt, és utána szépen elmentek. Három első osztályt terveznek. A tanítónénik Gulyás Szentesi Katalin, Tótné Harsányi Adrien és Kurucné Disznós Ildikó lesznek. Leendő elsős tanítónénik három osztályban gondolkodtunk, már korábban is, és három osztályra való tanuló beiratkozott. Nagyon köszönjük a kedves szülőknek a bizalmat, és az egyik tanítónéni Gulyás Szentesi Katalin, a másik első osztályos tanítónéni Tótné Harsányi Adrien, illetve szeretettel várjuk vissza Gyedről a harmadik első osztályos tanítónénit, ő pedig Kurucné Disznós Ildikó. A létszámunk az úgy alakult, hogy 19-19-20 fő, és mi örülünk ennek a úgymond kis létszámnak, mert így az egyéni bánásmódot, a gyerekekkel való egyénileg történő foglalkozást és a tehetséggondozást, ami az iskolánknak a profilja, meg tudjuk eredményesen valósítani. Az iskola vezetés szeptemberig tervez szülők iskoláját, amikor az osztályfőnökkel találkoznak, de tervezik a Gulya programot is. Tervezzük az úgynevezett szülők iskoláját, nekünk ennek a programnak ez a címe, amikor már jönnek a szülők
az osztályfőnöknek a hívására, és megtartják tulajdonképpen a beszélgetést, a fórumot, hogy hogyan készüljenek a nyár folyamán a szülők, és hogyan készítsék a nyár folyamán a gyermeket az iskolai életre, illetve tervezzük a Gólya programnak is a megszervezését. Tettünk már ennek érdekében lépéseket, de nagyon óvatosak vagyunk, tehát egyelőre kivárunk. Az alsósok április 19-én elkezdték a jelenléti oktatást, amit már nagyon vártak a szülők, a pedagógusok és a gyerekek is. Április 19-ére nagyon vártuk vissza a pedagógusokat, és természetesen a gyerekeket. Alsó tagozaton 10 osztályunk van, és ahogy körbejártam az osztályokat a kora reggeli órákban, az volt a tapasztalat, hogy osztályonként körülbelül 2-3 gyermek hiányzott. A szülők elküldték írásban a kérésüket, ez összesen 10 kérelem volt, és természetesen válaszoltam a kérésre, és engedélyeztem, hogy a tanuló otthon maradjon. Most 2 évfolyam a Calvin 2-ben kapott helyet, mert a Calvin 5-ös alsós épületet felújítják. A Varró 4-ben az első és második évfolyamosok, a Calvin 2-ben a harmadik, negyedik évfolyamosok vannak, és mire május 10-én jönnek vissza a felsősök, addigra kész lesz az alsós épület felújítása. Ökrös Dávid, a Nexus Egyesület elnöke és Szepesi Tibor polgármester közösen sorsolták ki a kupakgyűjtő szív nyereményjátékának győzteseit. Köszöntöm a kedves televízió nézőket! A mai nap folyamán polgármester úrral közösen sorsoljuk ki a kupakgyűjtő szívre felállított és a ráépített nyereményjátékot a Nexus Egyesülettel. Maga a nyereményjáték 2 kategóriát tartalmazott, az egyik egy fotónyereményjáték, akik a kupagyűjtő szívvel közösen fotózkodtak, és ezt a képüket a közösségi médiára feltöltve juttatták el hozzánk, és a másik nyereményjáték, akik a nyereményjátéknak a posztját bármiféle visszajelzéssel, tehát lájkkal, hozzászólással, illetve megosztással jelezték számunkra, hogy részt kívánnak venni magán a nyereményjátékon, és közöttük fogunk kisorsolni egy-egy nyereményjátékot, és felkérném polgármester urat arra, hogy a fotó nyereményjátéknak a sorsolását kezdje meg. Üdvözlöm a televízió nézőket, illetve üdvözlöm mindazokat, akik részt vettek ebben a játékban, és érdeklődéssel figyelik a mai sorsolást is. Mielőtt kihúzom a nevet, engedjék meg, hogy először is megköszönjem az Egyesületnek, az Egyesület valamennyi tagjának a kezdeményezést, hogy ezt a kupakgyűjtő szívet elhelyezték városunkban, és engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak, akik éltek a lehetőséggel, és az összegyűjtött kupakokat további jótékony célú felhasználás miatt bedobták ebbe a kupakgyűjtő szívbe, hiszen ahogy láthattuk is, már történt ürítés, történt beváltása a kupakoknak, és a karcagi mentőszolgálat részére kerül majd eljuttatásra ez a támogatás. Én arra biztatok mindenkit, hogy függetlenül a nyereményjátéktól éljen továbbra is a lehetőséggel, hiszen ezek a jótékonysági akciók mind-mind karcagi társadalmi szervezeteket segítenek a jövőben is, köszönhetően az Egyesületnek. És akkor nézzük a sorsolást. Tehát egy fotó nyeremény, az első sorsolás, és akkor én nem is keverem meg, hanem látható módon megrázom, és találomra kihúzok egy nevet, a boldog nyertes pedig Szancsikné Béres Ibolya. És akkor jön a következő. Igen, gratulálunk Ibolyának a nyertes húzás által a nyereményéhez. Nyereményét a napokban el fogjuk hozzájuttatni. A következő győztes, ugye már a Nexus repi ajándéka közül kerül kisorsolásra, és az ő személye nem más, mint Szabóné Ulveszki Anett,
annak neked is gratulálunk a nyereményedhez, hasonlóan a korábbi nyerteshez, veled is fel fogjuk venni a kapcsolatot. És akkor most ebből húzunk. A boldog nyertes pedig Túr Terebesiné Gál Tünde. És az utolsó nyertese a nyereményjátéknak nem más, mint Divinyi Beáta. Beáta, neked is szívből gratulálunk a nyereményhez. Minden győztesnek szívből gratulálunk, és fel fogjuk venni mindenkivel a kapcsolatot. Bízunk abban, hogy a nyereményjáték ellenére is a jövőben mindenki nagy szeretettel fogja használni a kupa gyűjtő szívet, és minden egyes karcegi lakos úgy gondolja, hogy az így összegyűjtő kupakok által beváltott pénz a lehető legjobb helyre fog eljutni a karcegi mentőalapítvány részére. Köszönjük szépen nektek! A téli évszak időjárási viszontagságai megviselték városunk útjait. A tavasz beköszöntével megkezdődhettek azok az útjavítási és karbantartási munkálatok, amelyek segítségével településünk több pontján számos útfelület kerül az elkövetkezendő időszakban kijavításra. Ahogy a Nagyné László Erzsébet, a hármas számú egyéni választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, a körzetéhez tartozó Dózsa György utca egyik oldala, az északi városrész egészen a Kuten utcáig, valamint a tilalmasi részen is elvégzik a szükséges útjavításokat. Ehhez a körzethez tartozik, ugye a Dózsa György utca egyik oldala, illetve az északi város rész is egészen le a Kuten utcáig, és a tilalmasi rész is ehhez tartozik, ehhez a körzethez. Hát a téli időszak és ez igen erős esőzés megviselte az utakat, és hát korábban is voltak kisebb kátyuk, amiknek ugye kimélyedtek, és nagyon örülök, hogy Karcagváros önkormányzata 2021-ben is elkülönítette erre a költségvetésében pénzt, és biztosított fedezetet az önkormányzati keretből is, hogy megkezdődjenek ezek az aszfaltozási munkák, alig, hogy kisütött a nap. Elég hosszú telünk volt, úgy gondolom, hogy pont időszerű volt, és nagyon jó időben kezdtek hozzá az aszfaltozáshoz. Itt a fiatalok dolgoznak a körzetemben, most a Zádor utcán haladnak végig, és haladnak végig a többi utcákon is, ahol a kátyú bosszantja a gépjármű vezetőket. Most már ugye az e héttől, illetve múlt héttől a fűnyírási igények is érkeznek folyamatosan. Azoknak is eleget tesz a városgondnokság kollégái. Ugyanakkor elég sokat járok a körzetemben, mert a munkahelyem és a lakásom között mindig ezen a körzeten keresztül kell menni. Tehát én magam is tapasztalom, hogy melyik utcákban vannak nagyobb, kisebb, nagyobb kátyúk, és mit kell javítani. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!